Sziasztok! Ma egy nagyon izgalmas utazásra hívlak benneteket, ugyanis léghajóval egészen Afrikáig fogunk utazni. Ahhoz, hogy a léghajó föl tudjon emelkedni, meleg levegőre van szükség. Ezért dörzsöljük össze a fejünket, jó meleg legyen a két kezünk között, emeld a fejed fölé, és át fogunk fújni a tenyerünkön, hogy a meleg levegő belemenjen a hőlég balonnak a lufiába, a ballonjába. Jó, vegyél egy mély levegőt, és fújd át a tenyered között. Ígyunk egy jó ízűt a tóból. Ott van a szomszédja is, a másik kezeden is. Próbáld meg, hogy a mutatóujjad és a kis ujjadat emeld föl, és a hüvelykujjadra támaszd rá a többi ujjadat. És ott heverészik egy krokodil a tópartján. Menjünk majd oda hozzá. Érjen hozzá a könyököd a térdedhez, és fektesd le a fejedet a földre vagy a karodra. Te vagy a krokodil. Két kicsi madár benne van a krokodilnak a szájában. Emeld föl a feneked, és nézd csak, hozd az egyik lábadat és a térdedet, tedd a csuklód mögé, és utána csak csúszolj egy picit hátra. És te vagy a kis madár, itt van a hosszú farkad, és csipeges bele a krokodil szájába. Hajtsuk szépen nátszálakat, hogy be tudjunk menni a krokodil anyukához. Nyújtsd fel a kezed, és hajtsuk el oldalra a nádat. Részekben biztos tojások vannak, és azt akarja megenni. De a krokodil mama nagyon-nagyon gyors. A lábad lesz a farkad, és csapkodj egyet, kettőt, és hármat a farkaddal, hogy a sakát el tudjások. Most mi leszünk a picike krokodilok? Gyere, gömbölyödj össze, tedd a kezeidet a vállad alá. Kis krokodil először a orrát tükje ki a tojásból, te is emelkedj föl, és dugd ki az orrodat a tojásból. Majd gömbölyöd vissza, és nyújtóztasd ki az egyik kezedet, nyújtóztasd ki a másikat is, tedd le a könyöket a földre, és az a kis krokodil kicsusszan a tojásból, te is úgy csusszan ki a földre. És emelkedj föl, és nézz szét egyik oldalra, és másik oldalra is, hiszen most látod először a világot. Nézd megint szét, és akarj oda menni a krokodil anyukához, nézd csak, amerre nézek, azt a lábamat felhúzom, és utána a másik oldalt is. És még egyszer nézd, elnézek ebbe az irányba, és ezt a lábamat felhúzom, majd a másik irányba is. A krokodil mama elviszi a vízhez a kicsike krokodilbabákat. Most a zokni lesz a krokodilbaba, és nézd, tedd be az állad alá, és szorítsd le a mellesünkre a krokodilbabát. És gyere, vigyük át a másik oldalra. Ki ne essen a krokodilbaba, szorítsd oda a kezed, és a másik kezedet is nézd csak. Úgy fogd meg az ujjaidat, hogy keresztbe van a kezed. És gyere, ígyunk a vízből. És az elefánt jelocsolja saját magát. Locsold le magad. Nézd, behajlítom a könyökömet egyik oldalról is, és locsold le magad a másik oldalról is. Még egyszer egyik oldalról. A léghajóval engedjük, hogy most tovább menjenek az ikrek, a kislány és a nagybácsi. Mi pedig érkezzünk most haza, és várjuk benneteket legközelebb.